Szervusztok fiúk, lányok, a korai még mai sztárja a Meltdown, amit pár héttel, de lehet, hogy már hónappal korábban mutattam be nektek, amely egy izometrikus felülnézetű taktikai lövölde, gyakorlatilag olyan, mint a Diablo, csak pisztolyokkal. Na, és azóta ez a játék is kilépett a korai hozzáférés szakaszából, büszként jelenthetem, és alapvetően is már egész kompakt kis mű volt, úgyhogy ezt szerintem a betekintés videóban is remélem, hogy átjött, hogy meg voltam vele elégedve már akkor is. Na, és azóta políroztak rajta egy picit, és még további patchek is várhatóak, aminek csak örülni tudunk. A játékról röviden annyit érdemes még tudni, hogy egy nagyon kis csapat fejleszti, román csapatról van szó egészen pontosan, és hát a Paul Santo elég magyarosan hangzik, és az is, tehát kis hazánk gyermekei is készítik ezt a játékot, úgyhogy már csak ezért is érdemes nagy becsben tartani. Na nézzük, mi változott így a korábbiakhoz képest. Ugye van egy elsődleges és egy másodlagos fegyverünk, valamint egy közelharci fegyverünk, és ezek mellett bekerült néhány új felszerelés is, amit hasonlatosan a többihez a szintjeinkkel tudunk feloldani, majd ezt követően, ha feloldottuk, akkor az ellenfelek ölése közben gyűjthető pénzettségekért vásárolhatjuk meg a karakterünknek, és onnantól kezdve pedig van lehetőségünk ezeket akár még fejleszteni is, a fegyverekről beszélek most, de bekerültek ezek után a pajzsok, vagy hát a páncélzatok, és akkor ott látjátok, nagyon sok páncél van, és mindegyik eltérő extra tulajdonságokkal bír, amiket még tovább is fejleszthetünk, különböző képességpontokat elosztva, ezek itt a képességpontok, itt ezek a kis piros mikrocsippek, és tényleg jó sok fegyver van a játékban, és jó sok páncél. Emellett a fejvédők is bekerültek. Itt is nagyon változatos, pankrátor maszk, rohamosztagos, cowboy, ez valami afgán terrorista, na ez nem tudom mi, és végül itt van ez a, hát ilyen cyber ninja. Akkor itt pedig ilyen sálak, illetve válvédők, ezek is tovább boostolják a karakterünknek így a képességeit. És végül, de nem utolsó sorban az egyéb ilyen kiegészítők, napszemcsi, fejhallgató, bajusz, akkor Hannibal Lecter árarc, és végül Péntek 13 állarc, szóval elég sok minden bekerült ilyen szempontból a kiegészítők lévén a játékba. A skillek tekintetében, mert hogy a karakterünknek is a képességeit fejleszthetjük minden szintlépés után, egyfajta talentrendszerrel, ezek maradtak olyan változatlanul, illetve itt van továbbra is a Prestige mód, ami már, ha jól tudom, elérhető, hogyha elérjük a megfelelő szintet, illetve most már megvan a megfelelő szint, már csak 2000 pénz kéne, hogy állokkoljam, de ennek sajnos még hiány vagyok. És végül a küldetések. Na, bekerültek a boss harcok, illetve egy coming soon, ami pedig a lokális négyfős kóp lesz, tehát egyszerre négy ember harcolhat egy azon gépen vagy konzolon, attól függ, hogy ki hol szeretne játszani, és ez a játék alapvetően még tabletre jött ki, ha jól tudom, illetve hát mobilra, úgyhogy ez azért látszódott rajta, hogy ez a touchscreenes vezérlés némileg még benne van, de ettől függetlenül egy lokális négyfős kóppal szerintem egy nagyon kompakt kis játékot kapunk. Na, szerintem tolok is egy küldit, csak hogy lássátok a játékot akció közben, legyen mondjuk ez küldetés. Van lehetőség online, illetve offline játékmódra, ha online játékmódot választunk, akkor becsatlakozhatunk más játékába, vagy pedig a miénkbe csatlakozhatnak be mások, hát én most csak egy single player fogok tolni, és akkor csapassuk. VASD-vel mozgunk, szokás szerint. Elsődleges meg másodlagos tüzelési mód, hogyha váltunk a fegyverek között az 1-2-vel. Eltérő fegyvereket cipelhetünk magunkkal, jobb egér gombbal pedig közelharci fegyverrel csíperhetjük az ellenfeleket, illetve a space-szel dodzsolunk, és ezt is egy picit megváltoztatták, ugyanis hogyha vetődünk, akkor átmenetileg a vetődés időtartamára sebezhetetlenek vagyunk.
A grafikán szerintem minden rendben van, tehát látszik rajta, hogy jól össze van rakva a játék. Tényleg ilyen kellemes a szemnek, hoppá! És közben a zene szerintem elég jól el lett találva, kicsit olyan dubsteppes ritmusokat hallgathatunk. Már mondjuk ezeket itt, hogyha hallottam volna máshol is, tehát van egy olyan sonda gyanunk, hogy ezt így megvásárolták, hoppá, hoppá, hoppá. Ez már nem teketóriázik, na még egyszer. A zene az egész jó, de lássuk csak, hogy mi készül itt még. Ojaj, 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 megérkeztünk. Na most nézzünk el balra. Egy szép verni. Na úgyhogy a játék szerintem megéri az árát, tényleg nem egy drága játékról van szó. 7 euró az, az olyan 2100 forint körül kóstál. Korai hozzáférésben pedig, ha jól emlékszem, 5 euró, tehát 1500 forintért lehetett megvásárolni, ami tényleg egy nevetségesen alacsony ár. Hát ez nem viccelnek. Lehet, hogy én még kicsit így alulgírált vagyok ehhez a pályához. Nem baj, megcsináljuk, kemények vagyunk. Eléggé ügyesnek kell lenni, hoppá. Na, találtam egy power-upot. Jézus! Vetődjünk, vetődjünk, vetődjünk. A fegyverek még jó, hogy visszatöltődnek valamennyi, mert különben eléggé bajban lennék. Na, találtam legalább egy skill pontot, meg egy kis életerőt. Jobb lesz, hogy ezzel a fegyverrel írtam ezeket a benganagy dögöket. Ezek szétlövik a fejemet. Na, tehát a zenével kapcsolatban, a zenénél tartottunk, mielőtt még lealáztak. Tehát ezeket itt, hogyha hallottam volna máshol is, tehát valószínű, hogy ezeket a zenéket vagy mástól vásárolták meg a készítők, vagy pedig ilyen ingyenesen használható dubstep-es. Hoppá! Közelről sotival könnyű. Újra töltés. Jól van. Na, de a véleményem az változatlan, és ez a lokális kóppal szerintem tényleg eléri teljes pompáját ez a játék. Ennyiért szerintem mindenképp érdemes kipróbálni mindenkinek, aki szereti. És egy nagyon sikeres korai hozzáférésű játék, amit befejeztek végre. Tehát gazdagítja a sikeres korai hozzáférésű játékok táborát. Na, ezeket közel harcba lejtekom. Erről van szó. Hoppá! Júj! Júj! Pajzsaim! Szép lassan megfordultam. Jól tesz. Ja, ott volt egy ilyen akkumbomba. Mondjuk lokális kóba ez a játék tényleg iszonyat hangulatos lesz. Hoppá! Gyertek csak! Jézusom! Azt a nem jóját! Egy upot felhasználok! Na, kivárok! Jól van! Ezek nem viccelnek! Na, itt megint valami útelágazáshoz érkeztünk. Ajjaj, aréna. Túl ne töltődjön a fegyver. Oh. Mellé. Jó, váltott fegyver. Ajjaj, következő hullám.
újra töltés, és ott van megint az a benga nagy dög. Jó, akkor próbálom kijátszani itt a fedezékrendszert. Na, és ez a zene eléggé passzol ehhez a játékhoz. Jól eltalálták. Pá! Gyorsan, ninja mozdulatok! Na? Nem akar jönni? Nem akar jönni. Na jó, hát a hegy nem megy Mohamedhez. Hoppá! 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 Mint Matrix, Neo a Matrixban kb. Hoppá! Aj, végre megfúztam. Jaj, ne is itt az újabb erősítés. Nesze, nesze, nesze! Júj! Ezek lőnek. Na, az annál meg sörétes van ennél a roham sisakosnál, azzal fovatosan kell bánnom. Ez meg lő. A minitank. Jó. Már csak egy valaki van ott valahol. Jaj ne! Ez már megint ez az őrült. Hajmál meg! Hajmál meg! Hopp! Hoppá! Hoppá! Hát ez így egyedül elég kemény azért. Yeah! Siker! Király vagyok. Vagy nem annyira, de legalábbis ezt a pályát teljesítettem. Hollá! Jézusom, ne! Ez csak lehet, hogy fele volt a pályának. Hát akkor folytatódnak a kalandok! Oda se neki! Lemilizlek. Na. Itt vajon miket dob rám? Jaj, tank. Meg egy gránátos. Hoppá! Nagyon kardoz, szívvágó a tankot. A tank elhárító. Jézus! Csavarkulcsos. Na, haladjunk tovább. Jézusom! Ezek már vártak rám. Mesterlövésszel lesznájpolom. Hojjaj, úgy a töltés. Ez az. Na, a haverját is ki kell szednem. Ki kell? Ez az, jó. Ezek ellen ez kell. Hát nem lehet másként. Mert szétszednek. Fedezék, jó. Óvatosan megfontoltam. Bárhol előbukkalhatnak. Meglepi. Jó, na, csak ennyi kell ráérezni a taktikára, és már megy minden, mint a karikacsapás. Hopp, újra töltés. Ez az. Headshot! Dől a pénz. Au! Fejen talált egy gránáttal a mocsok. Na, elég jó kis játék ez. Nem is értem, miért nem játszom vele többet. Hoppá! Ráadásul, hogy tényleg hazánk fia készítette részben. Külön elismerés. Jó játék. Hoppá! Ja, hogy lefogyott a töltény. Oké, okay. Oh. Ez közel robbant be. Na jó, engem még a gránáttal sem állítottak meg. Mi, jól látom? Az ott egy smiley a hátamon. Egy smiley van a hátamon. Olyaj, itt para lesz. Már érzem. Jó, ezt szétlőttük. Izomból. Hát ez egy ilyen taktikai, izometrikus Rambo szimulátor. Jaj, ez itt egy aréna. Első hullám. Ahogy tudok, hogy golyószórósok ne legyenek. Jó, gránátos, azzal még elbánok.
Hoppá! Vigyázz! Ó, oh, jó. Meg vagyunk. Jó, tank sem ellenfél. Jó, még egy rá. Hoppá! Jaj, de jó, na. Be akar szorítani? Íííí, pofán dobott egy gránáttal. Jézusom! Ezt a drónt is kell lő. Ajjaj. Jó, manőverezés. Ezerrel, oké. Ujj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 
fajdok. Ó, hogy ez átlő, ez nem is. Mellé. Komolyan mondom, Neo Matrixban nem így kerültek ki a töltényeket. Nem ilyen jól. Na jó, ezt lesznájkolom. Na, bújj elő. Jó. Hú. Hát majdnem lelőttek itt. Erről van szó, kérem szépen. Jó sok. HP poti. És itt a vége, fuss el véle. Na lássuk, mit kaptunk. Hát ez üres volt. Kis pénz. Ez is üres. Egy fejlesztő chip. Ez is üres. Ez is üres. És egy kis XP. Hát szintet azt pont nem léptem. Na, pályát teljesítettük. 10 perc alatt. És... hát, nem a legjobb minősítés. Na mindegy. Hát fiúk, lányok, ez volt akkor a Meltdown korai még, és büszke jelentettem, hogy a játék jó. Érdemes megvenni, akinek tetszett, és kikerült a korai hozzáférés státuszából. Úgyhogy én személy szerint tudom ajánlani bárkinek, akinek ez alapján, a videó alapján megtetszett a játék és szívesen kipróbálná. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt tehát még egyszer a Meltdown, ami leolvasztotta az agyamat akkor is és most is. Legyetek jók, sziasztok!